Férfi azt meséli, hogy amerre kerültek, maradék holmiukat is elvették tőlük. Nincs mit csinálják, nincs hova menni. Most is egy pincébe alszunk. El kellett jöjjünk onni. Mindenünket elvette. A nagyváradi hajléktalan szállón most 40-en élnek. Telt háza tél beálltával várható. A városban 250 hajléktalan tartanak nyilván. Nézzed meg a kezem, hogy milyen. 14 éves koromtól dolgoztak, 53 éves vagyok. Most hunkapok én munkát magamnak. Az utóbbi években egyre több a fiatal hajléktalan árva gyerekek, de több gyermekes családok is élnek az utcán. Nagyváradon eközben szűkült a hajléktalan ellátás. Csak olyan személyt tudunk a szállóra fogadni, aki rendelkezik a megfelelő orvosi bizonylatokkal. Két éven keresztül, ami működött a sürgősségi ellátás, föl tudtuk venni úgy is a szemét, hogy utcáról jött, nem volt semmilyen orvosi látlelete. A hajléktalanok migrációja belső Erdélyből nyugat felé irányul, így jelenleg legtöbben a határmenti városokban élnek, a román fővárosban pedig 10 000-en élnek fedél nélkül.